Vannak olyan veszekedések, amik igazából emberi téteket tartalmaznak, amikor családon belül, házastársak között, vagy kollégák között jönnek elő a veszekedések. Ezekben a veszekedésekben igazából a társalgás általános elvei továbbra is érvényesek. Nem arról van szó, hogy mi szósalátákat zúdítunk egymás fejére, akkor, amikor veszekszünk, hanem megpróbáljuk az arculatát fenyegetni, azt az arculatát, ami olyan fontos mindannyiunk számára, hogy egy kicsit jónak tartom magam, és szeretném megőrizni saját cselekvésképességemet, önállóságomat. A veszekedés közben mi az arculatot kérdőjelezzük meg, például így, hát ha én így néznék ki, akkor nem vennék fel zöld ruhákat. Ez egy eléggé éles fordulat egy beszélgetés közepén, mondjuk két barátnő között, és így tovább. Pedig ha önmagában nézzük, akkor az egyes szavak semmi sértőt nem tartalmaznak, de azért sértő, mert rákényszeríti a másikat, hogy mindent értelmezze a feltételes szerkezetet, ha így néznék ki. Mi az, hogy így néznék ki? Ez nyilván ilyen rosszul. Nem hangzott el az, hogy rosszul. Tehát a sértegetés és a veszekedés is állandóan berángatja a másik elkerülhetetlen értelmező eljárásait.